Pakson az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségen Szabó Péter polgármester megemlékező szavait Gyarmati Dezső, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó gondolataival kezdte. A példaképek arra szolgálnak, hogy kijelöljék az utat, és megmutassák a célt, amiért küzdened és dolgoznod kell. Szüleink és nagyszüleink nekünk elmondták azt is, akkor is, ha tilos volt róla beszélni, hogy ki volt Nagy Imre, Mindszenty József, vagy a paksi hősök, Kolonics János, Cucor Antal, vagy Tuba János. Ha éppen csak fülünkbe súgták is, de tudtuk, hogy fiatalok, egyetemisták, gyári munkások, budapestiek és vidéken élők egyszerre mondták, hogy elég volt. Az ünnepségen a város legrangosabb kitüntetését, melyet 26 éve alapítottak, a Pro Urbe díjat Faller Dezső vehette át, aki 44 éve friss diplomával a zsebében érkezett Paksra feleségével. 20 évig képviselőként segítette a város fejlődését, 2002 és 2006 között a város alpolgármestere volt. A Paksi Atomerőmű ZRT igazgatóságának, majd felügyelőbizottságának is tagja volt. Közéleti munkája mellett több társadalmi és civil szervezetben is szerepet vállal, és a paksi labdarúgás elkötelezett híve. Én egy elég kemény ember vagyok, de most egy kicsit elérzékenyültem, gondolom a hangon is lehet hallani. Váratlanul ért, ez az első, ami eszembe jut erről a dologról. A második az, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy én ezt megkaphattam. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy az elmúlt 40 év, 44 év, amit én itt töltöttem, annak a közösségi munkának, annak a városépítésnek részese lehettem, dolgozhattam együtt a város lakóival, és hogy ezt a díjat most megkaptam, hát szinte hihetetlen, mert ilyen elismerésben nagyon sok ember megérdemelné, hogy részesüljön, de én most egy vagyok azok közül, akik ezt megkaphatták, vagy megkapták. A PSE elnökségének vagyok tagja, nagyon sok baráti társaságban az oszlopos résztvevője vagyok, és örülök, hogy ezekkel az emberekkel hetente, két hetente, havonta, mikor milyen gyakorisággal tudunk találkozni, és eszmét cserélni, beszélgetni a múltról, a jelenről és a jövőről. Valami úton, módon a jövőt úgy tervezem, hogy legyen hozzá erőm, egészségem, még sokáig tudjak együtt lenni a családommal. És hát ha valahol van rám szükség, akkor nagyon szívesen segítek bárkinek. Egy biztos, hogy ez a 44 év, ez a közösség, ezek az emberek, akikkel én itt felnőttem és otthonra találtam, megérdemlik, hogy segítsek, ha szükség van rá. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány közel 30 éve működik Pakson. Azóta jutalmazzák a legkiemelkedőbb eredményeket elért fiatalokat. Egy eseménynek vagy egy díjnak a rangját az idő szokta eldönteni. Közel 30 éve működik a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, amit annak idején a Paks város vezetése, illetve a akkori atomerőmű vezetése közösen hozott létre, és azóta nagyon nagy számban érkeznek minden évben pályázatok. 2014-ig évente körülbelül olyan 100-120 pályázat szokott érkezni, és körülbelül 50-60 díj került kiosztásra. 2014-ben a kuratórium végig gondolta, hogy hogy lehetne ennek a díjnak a rangját emelni, és arra gondoltunk, hogy szigorítunk a feltételeken, és sokkal méltóbb körülmények között adjuk át a díjakat. Évente 20-25 pályázat érkezik, a sokkal szigorúbb feltételeknek ennyien tudnak megfelelni, és körülbelül olyan 8-10-12 díjat tudunk kiadni, átadni tehetséges fiataloknak, és természetesen a korábbihoz képest sokkal méltóbb körülmények között tesszük ezt. Az október 23-ai városi esti ünnepségen, ahol most éppen jelen pillanatban is vagyunk, kerül a díjátadásokra sor. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjait Dávid József, az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója és Szabó Péter Paks polgármestere adták át. Idén sport kategóriában Nagy Dominika Ágnes, Prokai Boglárka, Prantner Zoltán és a Deákos Lányok Florbal csapata, közép- és felsőfokú tanulmányok kategóriában Römberg Melinda és Prantner József, képzőművészet kategóriában Salamon Tamás és Kolki Hanna vehetett át elismerést.
Tehetséggondozásban nyújtott kiemelkedő tevékenységért Györfiné Körhegyi Mária pedagógus díjazta, a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma. A Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Ne Türd című műsorát láttam, ezt követően a közönség. Az est állófogadással zárult. Ez a nyakkendő a tanár nagyapám még volt, akit én a világon a legjobban szeretem. Köszönöm. Ezt fogom viselni az első munkanapomon. De hogy ne legyél mellettem, azt el sem tudom képzelni. Bárhogy lesz, úgy lesz, ha jövőt nem sejtettem, a sors ezen rejtelen, ahogy lesz, úgy lesz.